Szevasz, Lali, kösz, hogy átjöttél, tök jó volt. Hello! Ez biztos mindenkinek tetszeni fog ez a nyári körkiadás. Úristen! Nem hallogathatom. Ez a belső kényszer, hogy befejezzem! Egyszer már égette a gyomromat az a tény, hogy itt van egy Airborne Hero klón, és nem vittem végig. Muszáj volt véget vetnem ennek, úgyhogy folytatom az utolsó pályával, amit Lagyóval sem vittünk végig. Történetesen az utolsó pálya egy fogolytáborban játszódik, ami annyira megközelíthetetlen, hogy csak egy drótkerítéssel van körbevéve, és rengeteget szívtam. Miért? Mert elég sok az ellenség, de el vannak így rejtve, tehát a félhomályban vannak ezek. Például itt a toronyban nem nagyon látni, hogy van itt valaki. De én tudtam, mivel rengetegszer meghaltam, hogy nos, ezekre kell itt figyelni. Ettől függetlenül rengeteg ilyen van, úgyhogy rengeteg a halál. És ha netalántán sokadik próbálkozás után végre megölöd a félhomályban elrejtett katonákat, fel kell venni ezt a borzalmas Panzerfaustot itt, mert jön egy tank, nehogy már túl egyszerű legyen a dolgod. És hátulról szépen oda pörköl, és megtörténik az, ami oly sokszor. Úgyhogy nincs más által, le kell győzni a tankot, vegyük is elő ezt a behemótot, amit az Airborne Hero óta nem hevertem ki. Ezt még a csillagközi invázió díszlet tervező is visszautasítottak volna, mert túl futurisztikusnak néz ki. Nos, lőjük le, csövét szépen elforgatja, és még mindig van meglepetés, mert nehogy már megnyert, még jön egy repülő is, ami az esetek 90%-ában szétlő, ha nem vagy éppen a barakkok között elrejtőzve. Úgyhogy igazán kellemes időtöltés volt ez a pálya. Rengetegszer meghaltam, és akkor egy sokadik betöltésnél történt ez. Tehát minden úgy kezdődik, ahogy szokott, szépen felveszem a gránátot, amit úgysem fogok felhasználni. Kilőm a közelebbi katonát, aztán lelőm a lesi puskás rohadékot. Így van, aztán mennék tovább, de fennakadok a falon, és történik ez itt. A végítő. A semmiből. Nos, meglepő ez egy ilyen játéknál. Annyira nem. Talán egy kicsit. Minden esetre Dickerson megint megmentette a világot, megint nem kap kitüntetést, és később megpróbáltam újra meg újra ezt a fabbenős dolgot, de nem történt meg többet, úgyhogy nem tudom ez mi volt. De azért végigvittem rendesen is, és hát ez is egy szar volt. De legalább most már nincsenek gyomorpanaszaim.